Tisztelt lelkész úr, Békés Csabai születésemnél fogva közelről megtapasztaltam a románok és a magyarok közti ellentétet a 70-es, 80-as években. Akkor elképzelhetetlennek tartottam, hogy a két nép közösen tudjon gondolkozni, őszinte barátságban élni egymással. Most a hétvégi Marosvásárhelyi istentisztelet ezt megmutatta, hogy ez Jézus által lehetséges. Jézus egybe szerkeszti a szíveket, üdvözlettel László. Messze menőkig egyetértünk, hogy van egy közös nevezőnk. A múltunk is minden nemzetnek közös, mert Pál apostol pontosan az Athénban hangsúlyozta, hogy egy vérből származik az emberiség, tehát ilyen módon az egyetemesség, be is hiszünk, hogy Ádám és Évától származik minden nemzet, sőt, ugye a vízözön után leszükült, és ilyen módon igaz Noéra vonatkozóan is, hogy Noéban is rokonok vagyunk, minden nemzet, és különösen nagyon lényeges, persze fontos dolog, hogy honnét jövünk, de legfontosabb, hogy hová megyünk. És hová megyünk, Isten a názáreti Jézus Krisztust emelte fel a nemzetek fölé, ő a királyok királya, urak ura, és oda van elhívva minden népnek a fia, és pontosan az evangéliumot azért kell hirdetni, hogy minden nemzetnek a fiai meghallják a hívást, és ilyen módon a názáreti Jézus Krisztus által újra integrálódjon az emberiség, és egy testé váljon. Ez a távoli jövőben meg fog valósulni. Addig sok ügyünk van, eddig is már sok dolgot megoldottunk, de még sok dolgot meg kell oldani. De ha az igazságot szolgáljuk, akkor a problémák meg fognak oldódni.